A Kisvárdak eddig Puskás Akadémia elleni kupa búcsúját követően három megyebeli csapatban élhetett még a remény szerdán, hogy a legjobb 16 közé jutást kiharcolja magának a Magyar Kupában. A megyei első osztályú az ősszel eddig valamennyi meccsét megnyerő Sínyű az MB3-as Rákosmentét fogadta, és már az első fél időben Barcsai két találatával eldöntötte a mérkőzést. 2-0-ás győzelmével a Sínyű történelmi tettet hajtott végre, hiszen először jutott a legjobb 16 közé a kupában. Ez egy óriási csata volt, tehát nagyon boldogok vagyunk, hogy a csodát tudtunk Sínyűn csinálni, de ezt le is nyilatkoztam, hogy minden csoda 3 napig tart. Tehát most van időnk azért ünnepelni, de januártól kezdődik minden újra előről, és megyünk tovább, próbálunk még nagyobb csodákat végrehajtani Sínyűn. A másik megyei első osztályban szereplő egyesület, a Nagyecsed viszont nem tudott csodát végrehajtani. Az MB2-es Siófok ellen 4-0-ás vereséggel búcsúzott a kupától. A Nyíregyháza Spartakuszra sem várt könnyű fellépés az osztálytárs, a szintén MB2-es Győr otthonában. Igaz, Kártik góljával megszerezte a vezetést a Spari, azonban utána Jova 3-szor is kapitulált, így a 3-1-es győri győzelem a Nyíregyháza kupa küzdelmeinek a végét jelentette.